Hey ho, üdvözlök mindenkit a mai vlogban! Ugye megígértem, hogy idén még jelentkezni fogok hozzátok. Karácsony után mindig kiszoktunk jönni Ausztriába, és hát ez a hóhelyzet fogadott minket. Elég régóta járunk ide, meg hát így a gyerekkoromban is sokat jártunk síelni, de ilyet, hogy december végén nincs hó, hát én ilyet még nem láttam. Ráadásul holnapra 12 fokot mond, úgyhogy pulcsis szilveszterünk lesz. A sípályán azért ennyire nem volt szörnyű a helyzet, felmentem. A lentebbi részeken műhó van, de azért fönt azért van hó, úgyhogy ott tök jó a pálya. Sokan panaszkodtak már nekem, hogy mennyire borzasztóak, de na, hogyha nagy hóba 100%-os a pálya, akkor most szerintem ilyen 85%. Ami szerintem tökre rendben van, ez kicsit olyan, mint amikor a fapadoson rinyálsz, hogy kényelmetlen. Ez van! A GoPro-t még mindig nem sikerült beállítanom snowboardozáshoz, úgyhogy a felvételek nagy része katasztrófa, de hát ja, ez van. Két hetet fogunk most itt eltölteni, azért remélem, hogy valamennyi hó esni fog, tervezek még nektek januárban is itt videózni. Na de, lássuk, hogy is teltek nálunk az ünnepek, vagyis hát csak az egyik ünnep, a karácsony. A fát mi pár nappal karácsony előtt felállítottuk, mert hát az ünnepek után egyből indulunk Ausztriába, és szerettük volna egy kicsit hosszabban kielvezni. Olivernek és Elise-nek nagyon-nagyon tetszett, és hát fel is aggatta a saját kis díszeit, amit az Oviban készített. Persze nyugodtan, azt majd én összeszedem, szerintem gyönyörű lett a fa. 24-ére virrattunk, Oli kinyitotta az adventi kalendárium utolsó kis ablakát, amiben egy sárkány volt. Elise Oli legnagyobb örömére segített vízszintesbe elhelyezni a kis játékokat, majd jöhetett az ajándéknyitás 24-e reggel, nem akartuk húzni, hogy egész napon át hát szerintem gyötrelem lett volna várni. Úgyhogy leült a nagy család a fa köré, és megajándékoztuk egymást. Szenzációsan jó volt. Jobbnál jobb ajándékok érkeztek a haverjaimtól, de jó, hogy nem kellek ehhez sem. Minden esetre Oli imádja. Építettünk, lakberendeztünk, és hát úgy látszik, hogy a mancsőrjáratos torony volt a favorit. Hát Elise meg megevett mindent. Délután sétáltunk egy nagyot, és megnéztük a karácsonyfát a parlamentnél, utána csillagszóroztunk egy hatalmasat. Majd jöhetett a vacsi. Rami isteni ételt tett elénk az asztalra, kacsa volt a menü, biztosak voltunk benne, hogy mindenkinek ízleni fog, majd előkerült a fagyasztott harrudacska. Airfryer, 15 perc, és végül Oliver is csatlakozott a vacsorázók közé, Rami nagyon boldog volt. Elise úgy berezelt a Jézuskától, hogy megtanult kúszni. Másnap reggel finom reggeli, újabb őrületes játék, majd egy süllő! Én készítettem az aznapi fogást, értitek, fogást? Itt a fejem, menjen vele játszani. Majd következett egy beigli ledolgozó séta, egy kis pump track, majd ismét kaja következett, és az igazság az, hogy nagyon büszke vagyok rá, mert elképesztő finom lett a süllő. Majd következő nap már autóba is pattantunk, Sopronon át Ausztriába vezetett az utunk, kicsit ránk is sötétedett, de képzeljétek el, hogy Ausztriában is járt a Jézuska, egy gyönyörű fát hozott oda is nekünk. Ráadásul nem tudom honnan, de ismét tele lett a fa alja. Olinak igazán fantasztikus karácsonya volt, mert tudjátok, van a hegyen az a golyós játék, amiről már csináltunk többször is videót, na azt most kicsiben megkapta, és hát azóta is azzal játszunk. Úgyhogy ismét egy emlékezetes karácsonyon vagyunk túl. Jesszus Mária! Ez egy oroszlán? Legutóbb baba kocsival. Nem ő feküdt benne. Hát nem ő. Még Oliverrel a karantén idején. Hát akkor rengetegen néztétek a csatornát, és akkor nagyon sokat futottunk itt babakocsival. Úgyhogy egy kicsit nosztalgikus itt most menni. És az első futásunk itt Elise-zel a sportülésben. Igen, igen. Ez nagyon jó. Na hát azért láthattátok, hogy próbáltunk mozogni, meg odafigyelni a kajára karácsonykor, bár odafigyelés része nem volt, meg a mozgás se túlságosan. És Rami, csináltam úgy beiglit is. Mert hogy lemozogjuk a beiglit, ugye? Tudjátok, azt szoktuk mondani. De nem vagyunk egyébként annyira beiglis típusok, de idén csináltam az nutellás. Egy nutellás beigli becsusszant. Úgyhogy innentől kezdve mégiscsak mi beiglis típusok vagyunk. Úgyhogy itt most Ausztriában szerintem a mozgásé meg a pihenésé lesz a fő szerep. Túl nagy terveink nincsenek, ugye este szilveszter lesz, úgyhogy jöhetnek a nagy újévi fogadalmak. Írjátok le kommentbe, hogy van-e valami világmegváltó gondolatotok magatokkal szemben. Az életmód terén. Esetleg a sportolás, vagy az életmód terén, vagy csak nem tudom. Nekem lesz. Na mi? Leírjam majd kommentbe? Írd le kommentbe. Jó. Ja, úgyhogy most futunk ennél, aztán irány, haza, és majd Olit is el kell hozni, mert képzeljétek el, már számon kért minket, hogy mi az, hogy csak
vele futunk, úgyhogy majd vele is lesz még egy karikám. Na és hát úgy néz ki, hogy idén ez lesz az utolsó videó, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az együttműködő partnereimnek, kivált kép a YouTube csatornám főszponzorának, a Samsung Magyarországnak. Szerintem elég jó videókat hoztunk idén is. Hát a kedvenc cuccaim az először is a Galaxy Buds 2 Pro, futások alkalmával hű társam volt, imádom a kialakítását, ahogy illeszkedik a fülembe, a hangzásáról meg nem is beszélve, a legjobban azt szerettem benne, hogy állíthattam azt, hogy halljak-e külső zajt, vagy sem, ezáltal egy csomószor biztonságot adott például a közlekedésben. És mindamellett, hogy profi, baromi jól néz ki. Ugyanez elmondható a Galaxy Watch 5 Pro-ról, elég sok videóban szerepel ő is a mindennapjaim hű társa, és most, hogy így öregszem meg, hát itt a család, így egyre jobban odafigyelek az egészségemre, és ebben nagyon nagy segítségemre volt azzal, hogy monitorozta a vérnyomásomat, az EKG-mat le tudtam ellenőrizni, és hát emlékeztetett mindig arra, hogy többet kéne sportolni, mert hát a testösszetétel mérésekkor mindig összehasonlította az előzőhöz képest, hogy mi változott, és hát nem mindig voltam elégedett. Na és hát az idei top az a Galaxy S22 Ultra természetesen, abszolút összeivódott így a mindennapjaimmal, de ezzel szerintem sokan így vagyunk, nem gondoltam volna egy 15 éve, hogy ennyire a szerves része lesz az életünknek az okostelefon. A munkáim legnagyobb részét ezen bonyolítom le. Hát idén, amit a legtöbbet használtam, az talán a Hyperlapse, ez volt a nagy kedvenc. Színesítettem vele a videókat, remélem, hogy tetszettek ezek a felvételek, és hát a munka mellett a csúcs szuper kameráinak köszönhetően, hát ezzel örökítettük meg mindig az élményeinket, a közös boldog pillanatokat. Sosem gondoltam volna, hogy ennyire fogom szeretni ezeket a technikai kütyüket, de hát annyira megkönnyítik az életünket, hogy badarság lenne nem használni őket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a bizalmat, Samsung Magyarország, hogy a csapatotok része lehetek, remélem, hogy jövőre is együtt haladunk tovább. Hát megint hülyeségen jár az eszem. Több ismerősömnek is van ilyen újévi szokása, hogy megcsobbannak a fagyos Velencei tóban, vagy a Balatonban, vagy a Dunában. És hát itt vagyunk a hegyekben, a víz az adott. És betettem a táskámba egy törölközőt is, úgyhogy... szerintem pudig lennék, ha nem mennék bele. Jó, meggondoltad? Nem. És szerintem ez nagyon hideg, csak nem... Mit csak nem? Nem baj, így is úgy belemegyek bármi lesz, max bokáig. Bokáig én is bemegyek. Az elég szánalmas, nem? Na hát, boldog új évet! Én meg itt kabátban. Nagyon nagy szerencsék van, mert még fent van a napocska, de ha eltűnik, akkor biztos rossz lesz. Ez minimum fél fokot jelent. Az a baj, hogy itt sekély a víz végig. Hát ne is úsz be, légy szíves, mert akkor még ki kell menteni a végén. Nézd már, Oli, mit csinál apa? Jézusom! Elég, ne menj már tovább! Úristen, elmerül. Jézusom! Megcsinálta. Jó. Felfrissültél? Amúgy nem volt annyira vészes, de... Érzed még a vég... Érzed még a végtagjaidat? A lábfejemet nem érzem, de... Úristen. Tessék? Ez bugyi, képzeld. Nem hoztam fürdőruhát, olyan ügyetlen voltam. Te is belejössz, Szoli? Te gyere, beletesznek, gyere, megy! Csak viccelek? Adsz egy pucit, megnézem, milyen hideg vagyok? Nem is az, hogy hideg, túl mély. Olyan? Amúgy komolyan jó. Nem mondd már. De esküszöm, hogy jól esem. Nem volt vészes. Na és amúgy... Na, többétek is megjött a kedve. Napokban volt egy hányós vírus a családban, amit Oli kapott el, és akkor jött az ötlet amúgy, hogy kicsit erősíteni kéne az immunrendszeremet. Ennek elvileg van jótékony hatása, mindamellett, hogy nem egy egyszerű dolog, de... Na jó van, ez is megvolt, ilyet még nem csináltam. Úgyhogy úgy tűnik, ennyi volt a 2022-es év. Húha, durva ezt kimondani. Szeretted? Szeretek! Hát vegyes év volt, de nekünk megszületett Eliz, úgyhogy szerintem nekünk ez a legfontosabb és a legjobb dolog, ami történt velünk 2022-ben. Szerintem nagyon klassz év volt, és szerintem nincs jelentősége, hogy egy az, hogy évvége van, de. Egy az, hogy milyen év jön, milyen számhoz van rendelve. Dehogy nem. Egyre öregebbek vagyunk, az biztos. Egyre tapasztaltabbak, bölcsebbek, türelmesebbek. De nagyon gyorsan elment ez az év, az biztos. Szeretnénk nektek áldott békés új évet kívánni. Boldog valósítsátok meg az álmaitokat, a kitűzött céljaitokat érjétek el. Nekem az egy kitűzött cél, hogy többet videózzak ide, úgyhogy remélem, hogy még többet fogunk majd találkozni a következő évben. Még nem is mutattuk be YouTube-on, hogy van egy saját étrendkiegészítő márkánk. Bizony. Ami például szerintem az januári újbalkezdéshez hatalmas segítség lenne nektek, de ezt majd akkor a következő videóban. Jó bulit, sok virslit, sok pezsgőt, sok ünneplést, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!